Sziasztok! Ebben a videóban megpróbálkoztam a lehetetlennel és bemutatom a Fox X-Men filmes univerzumának a teljes idővonalát. Először is, mivel az eljövendő múlt napjai miatt két idővonalon történnek az események, ezért nem évszám szerinti kronológiai sorrendben mondom el a történteket, mert úgy végképp rengeteg ellentmondás lenne az időutazás miatt, azaz nem lenne értelme a videónak. Úgy fogom bemutatni, hogy először az eredeti idővonal kronológiáját mutatom be, majd a Logan által átírtat. Akkor kezdjük is. Mindkét idővonalon megtörtént. Krisztus előtt 8000-ben megszületik En Sabanur, azaz Apokalipszis, az első mutáns, aki a következő évszázadokban sok civilizációt meghódít, köztük az ókori Egyiptomot, ahol megépíti a képességeivel a gízai piramisokat. Krisztus előtt 3600-ban éppen testcsere közben támadják meg őt, de a négy lovasa megmenti őt a haláltól, és több ezer évre hibernálódik. A Sötét Fönix filmben egy illúzióban bemutatja a főgonosz, akinek elfelejtettem a nevét, mivel olyan szar volt a film, hogy hogyan pusztult el a bolygója, azaz a Díbori bolygó. Ez Krisztus előtt 1000 körül történt. 1845-ben még a gyerek James Hallett, azaz a későbbi James Logan per rozsomák nevelő apját megöli a biológiai apja, ezért Logan bosszúból megöli a karmaival biológiai apját. De az apjának van egy másik fia is, Victor Creed, a későbbi kardfog, aki Logan féltestvére is együtt elmenekülnek, mivel mindketten mutánsok. Ezután több mint 100 évig a nagyobb háborúkban vesznek részt együtt, mivel ugye gyorsan gyógyulnak és nem is öregednek, ezért gyakorlatilag halhatatlanok. 1944-ben a nácik, amelyek gyerek Erik Lenscheren, azaz Magneton Auschwitzben kísérleteznek, majd megölik az anyját a szeme láttára, a képességeinek erősítése céljából, és ezért bosszút esküszik. Ugyanebben az évben a kis Charles Xavier és az otthon nélküli Raven találkozik. Mindketten mutánsok. Később Charles családja örökbe fogadja Ravent. Logan és Kurt fog a II. Világháború alatt is tevékenykedik. Logan 1945. augusztus 9-én a Nagasaki-i atombomba ledobásakor megment egy japán katonát, Ichiro Yashida életét. Most következnek az X-Men, az első című film fő eseményei, melyek 1962-ben játszódnak. A mutánsokat nem kedvelik az emberek, Erik és Charles megalapítják a később X-Menként ismert csapatot, majd a filmben megküzdenek a Hellfire Clubbal, melynek célja a 3. világháború kirobbanása, hogy az emberek elpusztuljanak. A szervezet vezetője Kevin Bacon végül legyőzték Shawt. Charles egy baleset miatt Deréktől lefelé lebénul. Charles és Erik útjai elválnak. Erik, azaz Magneto megalakít egy mutáns csoportot, melyhez csatlakozik Raven, aki már Mystic, és a Hellfire Club néhány megmaradt mutáns tagja, azaz Azazel, Angel, Salvador, Emma Frost, illetve Riptide. Magneto új mutáns csoportja a mutánsok testvérisége nevet viseli, és az emberek ellen akarnak küzdeni, mivel azok a filmbeli események után gyűlölik a mutánsokat és félnek tőlük. Charles Xavier, azaz X-professzor, megnyit egy titkos mutánsok számára kialakított iskolát a kúriájában. 1963-ban a titokban szintén mutáns John F. Kennedy amerikai elnököt megpróbálják megölni, de Magneto a képességeivel próbálja eltéríteni a golyót, csak hogy ez mégis eltalálja az elnököt, aki belehal a sérüléseibe. Ezt az eljövendő múltnapjai filmben említették meg. Magnetót emberellenes tevékenységei miatt elkönyvelik egy mutáns terroristának. Itt most csak az eredeti idővonal eseményei következnek kronológiai sorrendben. 1973-ban Mystic megöli Bolivar Tresket, aki a mutánsok ellen tervezett a saját cégével robotokat, azaz Sentinelokat gyártani. Csak hogy a tett helyen talált Mystic DNS alapján sokkal fejlettebb és veszélyesebb robotokat, a modern Sentineleket kezdték el fejleszteni. Most pedig következnek az X-Men kezdetek fő eseményei. Szintén 1973-ban William Stryker beszervezi Logant és Kurt Fogut a mutánsokból álló csapatába, a Team X-be, melynek több tagjai Zero ügynök, Blob, Chris Bradley, John Bate és Wade Wilson. Egy nigériai küldetésen egy lezuhant meteordarabból megszerzik az adamantium nevű anyagot, de Logan kilép a csapatból és új életet kezd szülőhazájában, Kanadában. Majd 6 évvel később, 1979-ben Victor Creed levadásza és megöli a korábbi Team X tagokat. Majd aztán megtörténnek a film eseményei, melyben Logan csontvázába Stryker adamantiumot ültet, de Logan ellenük fordul. Van itt Wolverine vs. Kurt Fogharc is, a filmben pedig tiszteletét teszi Gambit, Kyla Silverfox, Logan barátnője, és testvére Emma, aki Emma Frost akar lenni, és a fiatal Cyclops is.
Majd a végén az elbaszott Deadpool-lal kell megküzdeni. Logan fejbe lövik egy adamantium golyóval, ezért elveszíti az összes emlékét, és elmegy Japánba emlékezni. X-professzor pedig megjelenik, és elvisz magával az iskolájába néhány mutást, akik túlélték a csatát. A stáblista utáni jelenetben Deadpool nyilván túlélte a küzdelmet Loganékkal, a teste a levágott fejéhez nyúl, a szája kinyílik, és áttöri a negyedik falat a nézőkhöz súgva azt, hogy maradjunk csendben, ezzel jelezve azt, hogy ő még visszatér. És ennyi a film. 1986-ban X-professzor és Magneto beszélgetnek Jean Grey-jel a házában, majd felveszik az iskolába. Jöjjön hát a klasszikus és az eredeti utánozhatatlan X-Men trilógia. 2003-ban és 2004-ben történnek az első két film eseményei. Az X-Men a kívülállókban, azaz az első, 2000-ben kijött filmben, vadóc rátalál Loganre, és elviszi X-professzor iskolájába. Ott Logan megismerkedik a többi mutánssal. A filmben az X-menek megküzdenek a mutánsok testvériségével, akiket Magneto vezet. Van a filmben egyébként egy újabb Wolverine vs. Cardboard. Film végén egy epikus csatában, mely a Szabadság szobornál játszódik. Győznek az X-menek. Magnetót meg egy specialista börtönbe zárják. Logan, akit immáron rozsomát, béna magyar fordításban farkas, elkezd a múltja után kutatni. Az X-Men 2-ben Árnyék sikertelenül megpróbálja megölni az amerikai elnököt. Logan visszatér az iskolába, és a gyerekekre kell vigyáznia. És most itt befejezem, mivel ez a film olyan zseniális, hogy muszáj megnézzetek mindenképpen, és olyan hosszú is, hogy most nagyon röviden elmondom, amit tudni kell. Magnetóék a film egy pontján az X-Men mellé állnak. Stryker feltűnik Logan múltjából, az X-Men viszont legyőzi őt, de sajnos Jean-nek fel kellett áldoznia magát a többiekért. 2006-ban történnek meg az X-Men, az Ellenállás vége című film eseményei. Cyclops elmegy Jean halálának helyszínére, mivel gyászolja őt, mert a szerelme volt. Váratlanul megjelenik Jean, aki megöli őt. Kiderül, hogy Jean-ből előtört a Phoenix szénje, és teljesen megváltozott. Xavier és Jean találkozik Magnetóval, de Jean megvadul, és megsemmisítik Xavier-t. A csapat gyászolja mentorukat. Magneto felemeli a Golden Gate hidat, és az Alcatraz börtön szigetére dobja le azt. Ezzel San Francisco és a sziget között megnyílik az átjárás. A börtönből egy mutáns sereget toboroz. Majd a sereggel Jean-nel, azaz Felix-el, Pirova-val, Kalisztóval, Bulldozerrel és még sok más mutánssal az oldalán megtámad egy gyógyszertárat, mely a mutáns képességek elleni gyógyszert találta fel. Ezt a gyógyszert Mysticnek is beadták. Nagy harc dúl, és a Phoenix hatalmas pusztításba kezd. Bestia beadja a gyógyszert Magnetónak, aki elveszti képességeit. Jégember legyőzi Pirót. Piro ezt túléli, de később meghal a Sentinelek elleni háborúban, az eljövendő múlt napjai bővített változata egyik utalása szerint. Logannek kell megölnie a tomboló Jean-t, mivel csak ő tudja túlélni a Phoenix környezetét. Nem szeretné megcsinálni, kételkedik, de végül nagy nehezen mégis leszúrja a karmaival Jean-t. De az élet ezek után is megy tovább. Magneto rájön, hogy a gyógyszer nem tudta teljesen elvenni a képességeit, és képes őket újra használni. A stáblista utáni jelenetben Moira McTaggart a kómában lévő Charles Xavier ikertestvérét gyógyítja, de az hirtelen felébred, és Charles hangján szólal meg. Azaz Xavier elméje átköltözött az általa nagyon rég nem látott, régóta kómában fekvő ikertestvére ágyába. Ezután pár évvel néhány Sentinel mutánsokra kezd el vadászni. 2013-ban Logan egy barlangban remeteként él. Még mindig kísérti álmaiban Jean halála. Felkeresi Yukio, egy remek japán harcosnő, aki elviszi a Japánba az öreg Yoshidához, akit még régen megmentett Nagasakiban. Yoshida egy hatalmas japán tech cég tulajdonosa, de haldoklik. Mivel úgy gondolja, hogy Logannek már nem kell a gyógyító ereje, ezért az új találmányával át tudná küldetni az ő testébe. És ebből adódik a bonyodalom. A filmben megjelenik a Yakuza és Vipera is. Rozsomák beleszeret Marikóba, Yoshida unokájába. Yukio elmondja Logannek, hogy ő is egy mutáns és látja az emberek jövőjét. Elmondja neki, hogy látta Logant meghalni egy látomásában. Logan a szívét fogja a kezében, miközben haldoklott. Logan előre utalás? Ez majdnem be is következett egyébként a filmben, de aztán Yukio rájött, hogy tévedett. De valójában nem, mivel később a Logan filmben is hasonló történt, csak ott a szíve az Laura X-23 keze volt. Logan megküzd Mariko apjával is, akit végül megöl. Yoshida elkészíti az ezüst szamurájt, amit irányítva megküzd Rozsomákkal, aki végül nyer, de elveszíti adamantium karmait.
A film végén Logan elbúcsúzik Marikótól, majd Yukio-val, aki immár a testőre, elmegy egy repülőgépen. 2 évvel később Logan egy reptéren találkozik Magnetóval és X-professzorral. Xavier elmondja, hogy túlélte Jean támadását, és velük kell mennie segíteni a mutánsok megvédése érdekében. A reklámokban Trask Sentinel robotait reklámozzák. Ez a 2013-as Wolverine egyébként nagyon jó film, tehát tudom ajánlani, ha még nem láttad volna. 2023-ban a világot elfoglalták a Sentinelek. Minden mutánst és a hozzájuk kötődő embereket megölik. A megmaradt mutánsok csapata próbálja túlélni az egész helyzetet. Kitty Pryde, azaz Árnymacska új képessége az, hogy emberek elméjét múltbéli énjükbe tudja visszakerültetni, ezzel túl tudják élni a Sentinelek uralta világot. De mindig csak 1-2 órával küldi vissza az embereket. Viszont Kínában Kitty segítségével visszaküldik Logant 1973-ba, hogy megakadályozza azt, hogy Mystic megölje Bolivar Tresket, ezáltal nem következik be ez a szörnyű jövő. Xavier kapcsolatba lép Logan elméjén keresztül alternatív, múltbéli énjével, akinek tanácsot ad. Megtámadják a mutánsok rejtekhelyét a Sentinelek, és sokukat megölnek. De hirtelen egy ilyen reset történik az idővonalon, mivel Logan sikerrel járt, azaz létrehozott egy új idővonalat, ami ennek a helyére nőtt. Ezzel konkrétan törölve, vagy alaposan áttérve az 1973-tól történt eseményeket az új univerzum idővonalán. Most pedig következzen a Logan által áttért új idővonal történései a megváltozott plottól kezdve. 1973-ban Logan elméjét átveszi jövőbeli énje, és megtörténnek az eljövendő múlt napjai múltban történő eseményei. A mutánsok győznek, a robotokat nem gyártják tovább, és minden megváltozik. Logan a folyóba esik, és újra az ottani rozsomák tudata jelenik meg benne. Mystic a fiatal Strikernek átszázva magát kiemeli Logant a vízből, majd később átadja őt az igazi Strikernek. Ez a film konkrétan törölte az eddigi filmek eseményeit, mivel az ezutáni következő filmek már az új idővonal különböző pontjain játszódnak. 10 évvel később 1983-ban Apokalipszis felébred, és az új 4 lovasát gyűjti össze a következő mutánsokból. Magneto, ki elvesztette feleségét és lányát, Angyal, Psylocke és Ciklon. Mindnyájuk képességeit felerősíti. Magneto dühében Apokalipszis bíztatására lerombolja Auschwitzet, majd a többiekkel együtt a világ elpusztításába, majd újraépítésébe akarnak belekezdeni. Az X-menek ezt nem hagyják, és természetesen megpróbálják ezt megakadályozni, sok veszteség árán. Az itt még fiatal Cyclops elveszíti a bátyát Havokot, Stryker elrabol néhány X-ment, akik kiszabadulnak, de találkoznak Logannal, aki már átesett az X-fegyverprogramon, adamantium a csontváza, és töröltek minden emlékét. Jean segít neki, majd elszökik, majd mind kiszabadulnak. Apokalipszis elrabolja Xaviert, és Kairóba mennek. Apokalipszis elpusztítja a város nagy részét, és a romokból megépíti a saját piramisát. Magneto pedig megzavarja a föld mágneses mezejét, és néhány városban pusztítást okoz, felemelve sok épületet és a Titanic roncsait. Ezeknek a darabjait mind a kairói piramishoz szállítja. Az érintett városok New York belvárosa, Sydney és egy kaliforniai kikötő. Xavier meg az asztrál síkon az elméjét pusztítja el Apokalipszisnek. Az X-menek győznek. Ciklon és Magneto az X-men oldalára áll át. Majd új felfogásban folytatják az X-men csapat és az iskola fejlesztését. Viszont a stábista jelenetben a bázison, ahonnan megszöktek az X-menek, illetve Logan, az Essex vállalat elraktározza Logan vérét egy későbbi titkos projektjükre. 1992-ben zajlanak a Sötét Főnix eseményei, amit rég láttam és nem vagyok hajlandó újra nézni, mert olyan szar, ezért nagyon-nagyon, de tényleg nagyon röviden elmondom a lényeget. Jean megszállja a Főnix, majd megöli Mysticet, majd újra az X-men oldalán legyőzi a szar főgonoszt, majd az űrbe megy Főnixként. Charles egy időre pihenőre megy az iskolai munkától, az iskolát Jean nevére nevezik át, majd megy minden tovább. Megint. De valamikor Jean visszatér a földre. 2014-ben Wade Wilson, egy kanadai származású zsoldos katona megismerkedik egy prostituáltal, Vanessával, akivel aztán összejön. Vanessa felhagy a prostituált munkájával, majd minden ünnepkor szexelnek.
de hogy elég durván. Csak Vanessának még egyelőre nem lehet gyereke. 2015-ben Wade-nek rákja lesz, majd Ajax, aki valójában Francis, az illegálisan újra nyitott X-fegyver projekt részeként kínok közt mutánssá teszi Wade-et, aki megkapja a gyógyító képességeit, és a híres negyedik fal áttörését. Csak hogy a teste egy fonnyott avokádó lett, megküzd Francisszal, aki legyőzi őt, de bosszút esküszik. Ezek után nem mer Vanessával újra találkozni, aki azt hiszi, hogy Wade halott. Majd 2016-ban itt jönnek azok az események, melyet pittyet hánynak az idővonalra, és önmagában rohadt jók, Deadpool Francis-t keresi, de az elrabolja a barátnőjét, Vanessát. Wade aztán az X-Men két tagja segítségével megmenti Vanessát, és legyőzi Francis-t és a katonáit. Ezután Wade és Vanessa élik tovább boldog életüket. De nem sokáig, mivel 2017-ben Wade körbeutazza a világot a zsoldos munkája részeként, hogy megöljön egy csomó bűnözőt, de egy az otthonában kifog rajta. 2018-ban Wade és Vanessa a gyereküket tervezik, de betörnek hozzájuk, és az egyik, aki kifogott Wade-en a munkája során, megöli Vanessát. Ekkor létrejön egy elágazó idővonal, melyen a Deadpool 2 további eseményei történnek. Wade sikertelenül próbálja állandóan megölni magát, de látomást lát a mennyországból. Cable, azaz Nathan Summers egy alternatív jövőből származik, 2054-ből jött, ahol tűzökből a többi mutáns gyilkolja, és a lányát és a feleségét is megölte. Megérkezik a filmbeli jelenbe, ahol meg akarja ölni Russellt, azaz tűzököt. Russell egy az Essex vállalat által üzemeltetett mutáns gyerekeknek szánt árvaházában nevelkedett, és kínoszta őt az igazgató is. Wade és Russell börtönbe megy, ahol Cable megtámadja őket, de a főgonosz Bulldozer is összefog Russell-le, majd Wade megalapítja az X-Force-ot. De amúgy most miért mondom el a Deadpool filmek eseményeit? Nyilván mindenki látta őket, mivel ez a videó a Deadpool és rozsomákhoz készült abból a célból, hogy egy nagyon rövid, gyors összefoglalóval felvilágosítsunk titeket az eddigi eseményekről az X-Men filmes univerzumban. De a Deadpool filmeket szinte mindenki látta, aki nézi ezt a videót, mivel most jön a harmadik rész. Na de van egy érdekes dolog, ami a harmadik részt vetíti előre. A stáblistás jelenet. Na ugye? Miután győznek Deadpoolék, Cable jövője törlődik, és helyette új jövője lesz az idővonalon. De mivel Deadpool megmentésére használta fel az időgépe utolsó aksiát, ezért csak jóval később tud visszatérni a családjához. Wade lelke visszatér a földre a mennyországból, egy Vanessával folytatott romantikus beszélgetés után. Meggyőzi Cablet, hogy értetette azt, amit tett, majd egy menő csapat jelenet után elindul a stáblista. De a stáblista utáni jelenetben Negaszónikus és a barátnője az új idővonalon született Yukio megjavítják Cable időgépét, amivel Wade szépen elsétál. Wade visszamegy megmenteni Vanessát, ezzel átvéve a múltbéli énjének az elméjét, és visszaállítja a Deadpool 2 fő eseményeinek idővonalát, azaz lényegében törli azokat. Majd gyorsan megy előre egy-két napot az időben, és megmenti Peter-t, az X-Force tagot. Majd megkezdi az idővonalak megtisztítását. Elutazik az eredeti idővonalra, ahol egy leágazást hoz létre azzal, hogy adamantium golyóval fejbe lövi, ezzel megöli az elbaszott X-Men kezdeteges Deadpoolt. A rozsomáknak igencsak szép szavakat mond, melyek nem tudatosan, de előrevetítették a harmadik részt. Ezeket a sorokat felhasználták a film marketingjéhez is. Ezután Wade utazik a valóságba, ahol megöli Ryan Reynolds-ot, amint aláír a zöld lámpás filmre. Valószínűleg ezzel is leágazást hozott létre. Végül, de nem utolsó sorban elmegy a múltba megölni a Boba Hitlert. De nincs szíve hozzá, ezért úgy dönt, hogy Cable barátjával jön vissza. Wade szerint Cable úgyis imád gyerekeket ölni. Ezután visszatér Vanessához, és éri tovább az életét. Erről nem szívesen beszélek, de 2020 környéken játszódik az Új Mutánsok című agyfasz. Itt annyi a lényeg, hogy a főszereplők egy Essex vállalat által üzemeltetett kórházba vannak bezárva, és amikor a főszereplő Chelsea belenéz a kórház egyetlen, szintén mutáns orvos elméjébe, látja archív felvételeken azt, hogyan kísérleteznek a Loganben megismert gyerekeken. Itt egy pillanatra X-23 is feltűnik. Ugye a Loganben megismert gyerekek is az Essex vállalat által működtetett titkos laboratóriumban születtek, majd kínozták őket. Illetve ez a vállalat csinálta az X-24 nevű Logan klont Logan véréből. Az Essex vállalat vezetője egyébként Nathaniel Essex, aki a képregényekben Mr. Sinister. 2023-ban Logan tudatát átveszi az alternatívénye, aki az eredeti idővonalról származik. Felébred, majd látja, hogy minden helyre jött az általa létrehozott új idővonalon. Csak semmire nem emlékszik az új idővonalon leélt életéből.
de X professzor mindent elmagyaráz neki. Majd 2024-ben történhet az, hogy a TV elviszi Wade-et, mivel 6 év telik el a második és a harmadik rész között. Egy alternatív, apokaliptikus jövőben, ahol a mutánsok újra üldözve vannak. Itt történnek meg a Logan film eseményei, melyek az eljövendő múlt napjai vége után, mikor Logan felébred, egy leágazáson játszódnak. Ezt a filmet nem is kell bemutatnom. Itt most nem mondom el nagyon röviden sem a tartalmát, mivel ezt a filmet minden Marvel rajongónak látnia kell. Aki pedig nem látta, hát az szégyelje magát. Kétségtelenül ez a film a franchise legjobbja. Köszönöm szépen a figyelmet, ez lett volna a mai hosszú videó. Sziasztok!